Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. November 17-én mire kellene odafigyelni? Ez nem egy napi horoszkóp, nem így gondolom én ezeket a felvételeket, hanem én belepillantok a horoszkópba, és ha látom, hogy vannak változások, fontos dolgok, egy fontos üzenet, ami számomra is előnyös, és számotokra is előnyös lehet, mert tudjátok, mi várható ezen a napon. És akkor úgy tudtok alkalmazkodni az eseményekhez. 17-én a nap elhagyja a mérleg jegyét, és áttér a Szkorpión jegyébe, ott marad egy hónapon keresztül. Az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás. 17-től indul egy új szakasz. A nap megvilágít bizonyos témákat. Itt érzelmekről van szó, hiszen a Szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. De ezek lehetnek negatív érzelmek is. Félelmek, bizonytalanságok, vagy féltékenység. És ezeket a negatív érzelmeket kell lezárni, és benne vagyunk most ebben a transformációban. A nap együtt hat Mars bolygóval. Mars bolygó jelentheti az élet erőnket nálunk hölgyeknél is, de szimbolizálja a férfiakat. És a nap megvilágítja ezt a férfias energiát, láthatóvá teszi a férfiakat, megvan náluk a magabiztos fellépés, hiszen Mars bolygó nagyon jól érzi magát a Szkorpión jegyében, hiszen uralkodik a Szkorpión jegye felett. De azt is jelentheti ez a kapcsolat, hogy gyorsan, szinte türelmetlenül mondanak valamit meggondolatlanul, vagy így cselekednek, ez különösen a férfiakra vonatkozik. Ami bennünket, hölgyeket illet a háttérben, nálunk is van hatás, hiszen Vénusz bolygó egy jó kapcsolatban áll Merkur bolygóval. Ez jelenti nálunk, hölgyeknél a cselekvéseket és a kommunikációt. Most megvan arra a lehetőség, hogy bizonyos dolgokat megbeszéljünk egymással. Az energia és a hatás tőlünk, hölgyektől nagyon előnyös. Hiszen mi rendezni tudjuk a dolgokat. Az is lehet, hogy jó hatással vagyunk a férfiakra, hiszen megvan ez a megnyugtató érzés, vagy a kommunikáció által jól tudjuk befolyásolni a dolgokat, rendezzük a dolgokat, hiszen Vénusz bolygó a szűz jegyéből hat, és ez utal a reális dolgokra, a gyógyító erőre és a rendre, tehát mi hölgyek, rendezzük a dolgokat körülöttünk, hatással vagyunk a férfiakra is, mert Merkur bolygó szintén a Szkorpión jegyében van, Mars bolygó közelében, tehát kihat a férfiakra. És így tudtam röviden megmagyarázni azt, hogy mi az energia 17-én, mire kellene odafigyelni. Itt érzelmekről van szó, párkapcsolatról van szó, a férfiak kicsit türelmetlenek, és mi hölgyek, meg tudjuk őket nyugtatni, vagy rendezzük a kommunikáció által a dolgokat. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel,
tendera.